társunk Vivi és Csipa! És az örök igazság! Zene nélkül mit érek én? Ne, biztos, hogy nem. Én nem tudok énekelni. Nem akarom. Így a folyó nélkül mondd ég, és a tűz a meleg nélkül, és a lány a fiú nélkül, mondd mit ég. Termés nélkül termőföldet, mondd mit ég, és a kerted a virág nélkül, mondd mit ég, és a nyár a meleg nélkül, életed a tettek nélkül, mondd mit ég. Gyermek nélkül mondd mit ér, és a szüntet a kérdés nélkül mondd mit ér, és a nyár a meleg nélkül, és a föld az ember nélkül mondd mit ér. Zene nélkül mit érek én, zene nélkül mit érek én, zene nélkül mit érek én, zene nélkül mit érek én. Gyere babám! Kezdeni egy showt. Jó, a szám is nagyon jó volt, el tudjátok énekelni, hát olyan dög volt benne. Remélem, Csipa, azért tudtad a szöveget, tehát ha nem lett volna kiírva a refrén, akkor is ment volna. Mi? Ki volt írva? Hogy hallottam, hogy igen, de hogy volt írva? Ne, nagyon jó volt. Zsűri, Andi, nektek hogy tetszett? Nekem tetszett, bár én ezt fogtam énekelni, ezt a dalt, csak egy kicsit másképp. Ez nem volt elég ciki. Túl jó volt, én? Túl jó volt. Na, az is baj. Itt a fináléban csak túl jóval lehet nyerni. Szerintem nagyon rendben volt. Meg is vagy? Ja, ennyi van, ez több. Ez volt a csillagos ötös. Néha kevesebb, több TV. Elkisztem, meghallgatom most már Kukit, hát ennek is ennyi van. Kuki? Én is szoktam menni neki Lásztárdal, csak kicsit másképp. Rendben volt minden. Hát Tibikém, neked kell kidobálni a zsűri időt. Imádom, komolyan mondom, szerintem nagyon kevés zsűri értékel úgy szakmailag, ahogy mi. Tehát, ugye? Nagyon cukik voltak, lendületes volt, aranyos volt. Azért kezdeni egy ilyen döntőt nem hálás dolog, ezt azért mondjuk el, mert ilyenkor egy picit még föl kell venni az üzemi hőfokot. Nagyon fontos kiemelni viszont a mozgásodat, tehát hogy ez klasszikusan az a mozgás, amit a Vivi csinál, ami belülről iszonyatosan dögösnek érződik, és csak kívülről kellemetlen. Tehát, hogy nem olyan volt, Tibi, nem fér, mintha le lett volna pillanatragasztóval ragasztva a talpa. Nem, olyan, mintha kevertél volna egy ilyen diszkótáncot, egy keleti harcművészettel, ilyen, tudod, ilyen, gyere előre. Szerintem iszonyatosan kényelmetlen lehet a cipő. Nagyon, ugye? Én tudom ezt. És ezt várja, ez még a 10 órás tánc, ez hajnal 4-re, tudod, hogy néz ki? Mezitlábas. Nagyon kellemetlen. Nagyon cukik voltok, nagyon aranyos volt, nagyon szerethető produkció volt. Gratulálunk, köszönjük. Köszönjük szépen. Ennyi, Tibi. Szuper jó volt. Egyébként családnak többet fogsz most énekelni? Remélik, hogy nem. Remélik, hogy nem, igaz, nagyon jó hangod, nagyon jó.